Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyülteket itt a Buddha megvilágosodási ünnepség Dharma beszédén. És Dokke Szönyim igen kitűnő bevezetője után nagyon szívesen várom bárkinek a kérdéseit. Mit nevezünk téves nézetnek? Téves nézet az rendkívül egyszerű, ami nincs összhangban a valósággal, az téves nézet. Azt hiszed magadról, hogy te valaki vagy, de aztán kiderül, hogy mégsem egy adott helyzetben, egy adott kapcsolatban. Azt hiszed, hogy a világ valahogy működik, de a világ nem úgy működik, ahogy te hiszed, hanem másképp. És akkor azt hitted, hogy, azt közben dehogy. Na, itt van a téves nézet. Folyamatos tanulás az emberi élet, és eközben folyamatos felejtés is, hogy felejtsük el a téves nézeteinket, és jöjjünk vissza a valóság talajára. A zen az rendkívül direkt, annyira közvetlen, hogy semmiféle korlátot nem rak közéd és a valóság élmény közé. Nincs lefordítva semmi, nincs szimbolizálva, nincs rendszerezve, nincs legyengítve, nincs felerősítve. Tehát amikor a zen egyik alapelve azt mondja, hogy közvetlenül rálátsz a tudatra, az azt jelenti, hogy az összes lélektartalom megmutatkozhat. Erősségi sorrendben. Ez egy nagyon erős ellenanyag a sok-sok téves nézettel szemben. Tehát a legnagyobb önképvesztés az, hogyha leülsz és 8-50 percet végigülsz naponta. És akkor aztán látod, hogy mi van benned, és mennyire nem egyenlő az, amit hiszel magadról, azzal, ami tényleg vagy, vagy éppen lehetsz. Következő ilyen önképromból, amikor bejössz a Korn interjúra, az katasztrófa. Mert azt hiszed, hogy tudod. Most megvan. Most oda megyek, és jó, megmondom neki. És ki az? 70%. Tehát, vagy 20. Csak nem akarom rombolni a motiváció. Tehát ez nagyon fontos, hogy hogy nézel szembe a saját ellentéteiddel, megoldatlanságaiddal, függőségeiddel, kifogásaiddal. Hogy nézel ezekkel szembe? Úgyhogy amikor ezekkel szembenézel, az azonnyomban önképváltás. Azonnyomban a kígyó leved lette a bőrét, vagy a bőrének az egyik darabját. És vagy a valóság nyúzza le rólad a konfliktusokon, és a bajokon, és a borzalmakon keresztül, vagy pedig magad veted le a belátás által, a befelé tekintés, a realizációs praxis által. Úgyhogy a téves nézetek azok olyan gondolatok, érzelmek, a múltra, jelenre, jövőre vonatkozó nézetek, amelyeknek mi abszolút értéket tulajdonítunk, hogy ez mindig így van, hogy én mindig ez vagyok, vagy a világ mindig ilyen, vagy a barátom, barátnőm mindig ilyen. És nem veszünk észre három nagyon fontos dolgot, a mulandóságot, a tökéletlenséget, és a kölcsönös függést. Na ez a három tény az, amelyet nem szoktunk szeretni, de mégis ez a karmánk változásának a kulcsa. Ha ez a három tény nem lenne igaz, mindig minden keletkezett dolog esetében akár látszólag kívül, vagy látszólag belül legyen, nem tudnánk változni. Hát köszönjük meg a karmának, hogy mulandó. Köszönjük meg, hogy tökéletlen minden, hogy befejezhetetlen, csak abba hagyni lehet, befejezni nem. És azt is, hogy ez mindig valami mással kölcsönhatásban áll. Mindig valamitől, vagy valamiktől, valakitől, vagy valakiktől függ. Mert hogyha az egyik megváltozik, megváltozik a másik is. Tehát ez a három, ez kéz a kézben járkál. És amit itt hatalmas nagy könnyek között szoktunk tudomásul venni, hogy milyen a világ, igen, ha nem lenne ilyen a világ, nem tudnánk változni. Nem tudnánk haladni az úton. Be lennénk betonozva valamilyen abszolút birodalomba, valamilyen abszolút rendszerbe, és szerencsére nem vagyunk. Minden keletkezett dolog relatív. És a relativitásnak ez a három fontos ismertetőjegye van, amelyet az előbb elmondtam. Úgyhogy semmi probléma a téves nézetekkel, a téves nézetek a legjobb tanítóid. Mert ha követed őket, akkor csattansz. Ezt hívjuk dukkának. Dukka a szanszkritul szenvedést jelent, szó szerint azt, amikor a tengely nincs benne a kerék agyban. És akkor szétesik a szekér. A szukka az pedig a harmónia, vagy az természetes együttműködés állapota, amikor a kerék és a tengely a kerékagyon keresztül csatlakozik. Ez igaz az emberre belül,
csatlakoznak egymáshoz a gondolataid, érzelmeid, cselekedeteid, beszéded? Igaz a családra? Van-e valódi együttlét, valódi együttműködés, szeretetteli tér, szülők, gyermek, nagyszülők, oldalági rokonság között? És igaz a nagyobb társadalomra is. Tehát a társadalom csoportjai, rétegei között milyen a kölcsönhatás? Széttagoltság, diszharmónia, ellentétek jellemzik, vagy pedig helyes együttműködés és harmónia jellemzi. Úgyhogy ezt a két faktort mindenhol megfigyelheted. És hogyha így nézed, minél több a téves nézet, annál nagyobb ennek a kétféle kivetülése, a pusztító típusú, tehát dütípusú kivetülése, ez a harag, rombolás, vagy a vágy típusú kivetülése, ez pedig a kapzsiság, elsajátítás. Most ebből minél több van, annál nagyobb a szenvedés. Ha egy bizonyos határ alá viszik, akkor is nagyon nagy szenvedés van. Tehát van egy optimum, van egy középút, amellyel mi, mint emberek, mint családtagok, mint a társadalom tagjai jól működünk, és van egy olyan határérték, fönt is, lent is, melyeken ha túllépünk, akkor szenvedést okozunk magunknak és másoknak egyaránt. Úgyhogy a téves nézetek, azok erre a két típusú reakcióra fordítódnak le azon nyomban, és ebből lehet látni, hogy ugye szakad a lélek többfelé. És itt, amikor gyakorlunk, amikor arról van szó, hogy egy tudat, osztatlan, tiszta tudat, gondolkodás előtti térszerű, tükörszerű tudat, az pont ettől a szakadástól való megszabadulás. Pont az ilyen dualitásoktól való megszabadulás, az ilyen téves nézeteken való túllépés, mint az abszolút jó és az abszolút rossz. Amikor ez megtörténik, akkor az ember megszabadul, a lélek megkönnyebbül, és az út járhatóvá válik. Addig is járható volt, csak nem hitted el. Most pedig tényleg az, mert lépésről lépésre, pillanatról pillanatra járhatod a tiszta tudat és a megszabaduló léleknek az útját. Egyéb kérdés? Az én kérdésem kapcsolódik a válaszod egy részéhez. Akkor, hogyha jól értem, ahogy haladunk előre és mondjuk a megvilágosodás felé vezető úton, úgy a tudatalattink tartalma gyakorlatilag teljesen feljön a tudatos szinten, és a végén mint egy porzsák kiürül, és nem ez benne semmi. Tehát ez egy nagyon jó indulatú előfeltételezés, szerencsére nem ez történik. Ha a teljes tudattalan tartalom megjelenne akár sorjában, akár egyszerre, az elég nagy galibát okozna, csak az jelenik meg, amivel dolgod van. Ezért nem kotorászunk mi le a tudattalanba, és nem teszünk ott utazásokat, nem hívunk onnan dolgokat. Természetesen úgy hagyjuk, ahogy van, csak azt a bizonyos csapóajtót, azt a küszöböt tesszük nagyon jól átjárhatóvá. Hogy amire emlékezned kell, arra így emlékezhess, amit el kell felejtened, azt így elfelejthesd. Tehát nagyon kell az a csapóajtó a tudatos és a tudattalan közé, illetve az a szürke zóna, ami a tudat előzetes vagy a féltudatos állapot. És utána pedig tényleg az a láthatatlan tengermélye, nagyon sötét, ahol az igazi nagyhalak úszkálnak, az archetípusokat lubickolnak a múlt tengerében, az kell. És oda nem megyünk le különböző zseblámpákkal. Tehát aminek ott dolga van velünk, az följön szépen a tudatfelszínre, lélekben, a világban, vagy esetleg mindkét mezőben elvégzed a munkát, és ez szépen, hogyha kiegészült, akkor visszamegy a helyére. Ha pedig nem, akkor meg kell nézni, hogy hol táplálsz még téves nézeteket, hol ragaszkodsz még, hol azonosulsz még, hol akarsz még felesleges dolgokat. De hogyha valami kiegészül, akkor az visszamegy az egészbe, ettől egészül ki. Tehát el tudod felejteni, mert megoldottad. A megoldatlanságaidat nem tudod elfelejteni. Tök mindig ott verik az asztalt, hogy hé, foglalkozz már velem, csinálj már valamit, stb. Stb. Úgyhogy nem szoktuk megszámolni a konyhai szemetet, viszont szortírozunk. Szervest a szerveshez, papírt a papírhoz, műanyagot a műanyaghoz, palackot a palackhoz, fémet a fémhez, és akkor rendben van. Így kerülnek a helyükre a dolgok. Gondolatot a gondolathoz, érzelmet az érzelmekhez. És akkor szépen
ezek az ügyek mind nyugvó pontra jutnak, és honnan tudod, hogy valamivel még dolgod van? Úgy, hogy az spontán megjelenik a jelen időben, ebben a pillanatban. Bekopogtat az ajtón, vagy ír neked egy fejléces levelet, ne írjon. Úgyhogy amivel dolgod van, akivel dolgod van, az állandóan átmegy a pillanat metszőpontján. Nem kell keresni, nem kell aggódni, nem kell külön stratégiákat formázni, hanem itt, ebben a pillanatban tisztán, egészen, osztatlanul, együttérzéssel és bölcsességgel meg tudod úgy oldani, hogy ne jöjjön vissza. Ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolataid eltűnnek. Egy kapcsolat megtartásához is nagyon sok energia kell, és az az igazi, amikor ez kölcsönös. És akkor ezek a megtartó erők úgy érvényesülnek, hogy nem ragaszkodásként, nem egy oldalúságként érvényesülnek, hanem egyfajta lojalitásként, kitartásként, kölcsönös segítségként. Úgyhogy mindig megmarad az, hogy ez közös akarat, és nem billen el egyik oldalra sem. Tehát életem során számtalan téves nézett csapdájába vergődtem már, és hát jó lenne egyszer már eljutni abba az állapotba, hogy a téves nézetek azok nem maradnak magukkal. Tegnap fölmentem az erdőbe sétálni. Szerencsére mögöttünk van az erdő, van egy hegy. És jó kis emelkedőn mentem fölfelé, nagyon jól esett, köd volt, sejtelmes volt, minden gyönyörű. És ahogy ott sétáltam, egyszer csak azt éreztem, hogy igen, itt sétál a test, és rengeteg mozgás van, de ugyanakkor meg azt éreztem, hogy mindezt a tapasztaló, az, tehát van egy mozdulatlanság, amivel ténylegesen azonos vagyok. Tehát ez az egész mozgás, ez az egész történés, amit ott megtapasztaltam, ez van, de van valami más, ami nem, ami csak tapasztal, tehát ami mozdulatlan. Szóval a kérdésem az, hogy nem szeretnék újabb téves nézet csapdájába esni, hogy vajon ez egy téves tapasztalat, vagy lehet, hogy ez egy valós tapasztalat. Ha azt mondod téves, akkor 30-at kapsz ettől a bottól. Ha azt mondod, hogy igaz, akkor is 30-at kapsz ettől a bottól. Ez azért fontos, mert a zen a világ ilyenségét tanítja. Nem a helyes, helytelen, jó vagy rossz, abszolút vagy relatív, hanem az ilyenségét. Tehát ha neked akkor teljes egységben volt a mozgó és a mozdulatlan, a látó és a cselekvő, az ember és a világ, akkor az úgy volt. És ez senki nem férhet hozzá. Tehát magunk se kételkedjünk ebben a tapasztalatban. Az igazi kérdés az, hogy hogyan használhatjuk ezt a tapasztalatot magunk és mások segítésére. Nagyon sokféle módja van. Szerencsére a zen az nem egy önmagába forduló ösvény, tehát nem a tapasztalatokért, magukért műveljük ezt az utat. Hanem azért, hogy ebben a világban helyes helyzetfelismeréssel, helyes kapcsolatteremtéssel és helyes cselekvéssel tudjunk élni. Ez a fajta tapasztalat ez azért is nagyon előnyös és nagyon jó, mert egy csomó abszolútnak vett korábbi nézetet szépen gyökerestől kiszedhet. Mert ez nem csak a térre és a mozgásra igaz, ez a gondolatokra, az érzelmekre, a beszédre, a cselekvésre, mind. Tehát ekkor tudjuk azt tapasztalni, nem csak megérteni, hogy a szabadság és a felelősség együtt jár, a nem cselekvő és a cselekvő ugyanaz, de látom a cselekvést, és látom a nem cselekvést is. Tehát én döntök, és utána pedig az egész világ hozza a következményt számomra, amit már nem én döntök el, hanem elszenvedem, vagy jutalomként megkapom. Ez a tapasztalat is jött és ment. Megjelent és eltűnt, tehát alapvetően nem ez az, amit keresünk. De ez egy nagyon fontos állomás az úton, és hogyha az aladdini bölcsességgel megyünk tovább, akkor nem ragadunk le a barlangban egyetlen egy gyönyörű fánál, kincses ládánál, vagy szemet gyönyörködtető részletnél sem, mert ahogy azt a bölcs szufik meséje mondja, hogyha Aladdin nem hozza ki a csodalámpát, hanem bármihez a barlangban hozzáragad, akkor kővé válik. Na, így tessenek ragaszkodni és újabb identitásokat fölvenni.
Mert hogyha az az egyszerű, dísztelen réz csodalámpát nem hozza ki, és nem dörgöli meg homokkal, ugye, odakint, nem tisztogatja meg, akkor nem jön ki, ugye, a nagy szellem belőle. És nem kérdezi meg azt, hogy mit tehetek, kedves gazdám? Tehát miben segíthetek, kedves gazdám? Nagyon fontos az, hogy ezeket a tapasztalatokat beépítsük az útba, mert hogyha nem válnak az út burkolatává, akkor az úton akadályá válnak. Tehát kiemeljük őket az út síkjából, és valami különlegeset gondolunk beléjük, és akkor ilyen hatalmas tankakadályok lesznek. Hogyha maguk helyén kezeljük ezeket a tapasztalatokat, akkor az egyik, másik nagy kockakő lesz az. Jó? Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem szeretnék még egyszer megszületni. Ugyan miért ne? Hát én olyan szívesen látnálak a következő életedben. De nem tudom, de mindig ez az érzésem, hogy nem akarok még egyszer. Akkor tudod, mi fog történni? Mi? Úgy fogsz megszületni, hogy úgy vonakodsz. Tehát vonakodsz, hogy én nem is akarok megszületni, de aztán jössz. Ja, amíg az ember ragaszkodik a múltjához, a jelenéhez, a jövőjéhez, amíg egy fix identitása van, amíg legyártja azt, ami újra születik, addig az újra is fog születni. Ha forgalmazok egy terméket, az előbb-utóbb a kereskedelmi hálózatba belekerül, és a garanciális javítás bizony az én dolgom. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha van valami, ami megszülessen, én, bármilyen én, akkor ez meg is fog. Ha nincs én, nincs újraszületés. De mit tegyek? Semmit. Az ég egy adta világ. Ez itt a profi semmittevés. Itt zajlik egész nap. De az annyira pontosan így persze, ez a profi semmittevés. Szimpi? Ennyi. Nem elég? Hát amíg élek, az a feladat. Nem feladat. Nem feladat? Lehetőség. Lehetőség. Uh-huh. És akkor nem fogok még egyszer. Ki tudja? És akkor miért mondja azt a Buddha, hogy ha ezt megcsinálod, akkor boldog leszel? Azért, hogy a gyerekek ne sírjanak. De nekem mondja. Azért, hogy a gyerekek ne sírjanak. Itt van születés és halál ebben a pontban. Egybe van. Nem hallottad jól. Ez születés vagy halál? Nyitott, bárki válaszolhat. Korrekt. Na, ha ezt követed, akkor megszabadulsz az élet és halál kötöttségeitől, és akkor te döntöd el, hogy hogyan óhajtasz újra születni. Na, az nagy munka. Vagy pedig nem szeretnél újra születni, ezért, meg ezért, meg ezért. De ha te teljesen megszabadultál az énség kötelékeitől, már vágyad sincs, már averziód sincs, akkor mi az, ami belül eldönti, hogy szülessen vagy se, ha már tényleg mindegy? Na, ez a házi feladat. Jó? Köszönöm. Én egy személyeset szeretnék kérdezni, hogy van olyan kor, amivel te dolgozol, amit még nem fejtettél meg? Persze. Ez itt. Ez a legnagyobb rejtély. Az a szép az gyakorlatban, hogy az első interjún befejezed az első koant 3 perc alatt. És az a szép az gyakorlatban, hogy életeken keresztül nem fejezed be a legnagyobb koant, ami te vagy. Gyakorlatilag ez a kérdésem. Nem tudom, mi ez most nálam, ez az iszonyatos köhögés, mert ugye arról volt szó bevezetőben, hogy menekülő útvonalakat keresünk. És most ez részem is egy menekülő útvonal? Hogy érzed? Mit mond a kis torokbíkod? Nem tudom. Tehát én maradnék itt őrni. Nyugodtan benne a teremben, csak nem akarom a többieket zavarni. Maradjunk annyiban, hogy átmeneti légúti panaszokkal bírsz, amit előbb-utóbb legalábbis tüneti szinten tudunk orvosolni sokféle népi gyógymóddal, és ami azután maradna, az a házi feladat. Mert azért egy-két baktérium törzset, meg vírus vendéget azért behozunk mi ide egy csoportosan. Tehát, amit te hoztál be, az egy nagyon-nagyon érdekes törzs, ilyen erőteljes törzs. Nem akar elmenni. És ahhoz, hogy ezzel valami legyen, meg kell nézni, hogy mi ez, honnan jön.
Tehát azt már megszokhattad, hogy innen nem mondjuk meg se én, se dokkeszonyém, se más, hogy mi a karmád. Arra te majd rájössz. Kezedben van az összes eszköz, az összes módszer, hogy befelé tekintve, az adott jelenséget szemlélve megtaláld az okát, az eredetét, és ha kell, akkor szépen elzárod a csapot a fürdőszobába, mert tele a kád. Elég volt. Én ezt értem, csak most vagyok helyzetbe hozva, most hoztam helyzetbe magamat, és nekem ki kell menjek, hogy ne zavarjam a többieket. Vagy ez, hogyha majd hazamegyek, akkor dolgozom ezzel a történettel, vagy épp amikor akció van, és akkor figyeljen meg. Sokkal egyszerűbben kellene közelíteni a dolgokhoz, mint sem, hogy a jövőről gondolkodjunk. Amikor itt számodra elviselhetetlenül köhögsz, kimész és csinálsz valami hasznosat. Amikor elmúlt a köhögés, következő etapra, sétáló után vagy szünet után visszajössz. Rendkívül egyszerű. És közben folyamatosan figyeled az egészet, de gondolkodni róla tényleg nem kell. A gondolat a tudat köhögése. Köszönöm. Szíves. Szóval az volt a kérdés, hogy mi a gyakorlatunk végső célja tényleg a felébredése, vagy az csak egy ilyen köztes állomás, és tényleg a gyakorlat célja a felébredés. De az is igaz, hogy közben nagyon sok problémát meg kell oldani. Tehát a probléma megoldó meditáció, amikor a saját karmádat kicsikét reszelgetett, tisztítgatod, és a végső felébredés, koreo hakcsol deo, a nagy és felülmúhatatlan ugye, megvilágosodás, ezek lényegileg nem különböznek. Óriási hiba lenne azt gondolni, hogy amíg csak a karmádat tisztogatod és rendezgeted, az kevesebbet ér, mint amikor már elérted a nagy, fantasztikus szabadságot élettől és haláltól. Az egyik és a másik feltételezi egymást. Az egyik nincs meg a másik nélkül. Tehát nem lehet csak azt mondani, hogy amikor ugye az alagút teljesen átment a hegyen, és megjelenik a fény az alagút végén, az igen, de addig az az összes ásás, robbantás, állványépítés, az semmi se volt, az nem volt fontos. Tehát ez azért van együtt, ez a kettő, mert mi emberek valahogy így vagyunk összerakva, rendkívül mulandóak vagyunk, de vágyjuk az öröklétet. Rendkívül feltételhez kötöttek vagyunk, de vágyjuk a feltétel nélküliséget. Rendkívüli mennyiségű dualitással, jóval és rosszal kell szembenéznünk, de szeretnénk az egy tudatot elérni. És hogyha nem így lennénk összerakva, hogyha nem ilyenek lennénk, akkor a tapasztalatunk sem lenne ilyen. Mindig azzal froszlisztuk egymást a régi baráti körül, hogy milyen lenne, hogyha beléd lenne építve a Kossuth rádiónak a frekvenciája, és nem kellene rádiókészülék. És arra válaszolt, hogy rendben, majd csak ki tudjuk-e kapcsolni. Tehát mivel ilyenek vagyunk, és van szem, fül, orr, nyelv, test, értelem, ezért ebben a frekvenciásában látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, és a felébredés, mint feladat, az ebből a helyzetből adódik, nem másból. Az lenne a kérdésem, hogy gyermekkorunkban elkövetett vétségeinkért, amikor még nem voltunk tudatában annak, hogy például szétszedtem egy békát, vagy ilyesmi, hogy vagyunk-e felelősek? Na hát valamennyire azért tudatában voltál, nem? Hiszen most mondtad, hogy szétszedtél egy békát. Egy emlékszem rá, de akkor nekem ez nem tűnt rossz dolognak. Hát nézd, ezt a békától kéne majd megkérdezni. Újra születik, és oda megy a szobád ablakához, és így... Mert orvos akartam lenni, és akkor szét megnéztem, hogy miből áll a béka. Ha ragaszkodsz a múlthoz, akkor a múltat determinál. Ha nem ragaszkodsz a múltadhoz, a múltad képéhez, akkor csak azzal a karmával kell törődni, ami ebbe a pillanatba átszármazik. De ha visszanyúlsz a múltba, mert te meg akarod oldani, mert te valahogy még azt a békát meg szeretnéd menteni, holott már rég szétkaptad, akkor csak rontasz a helyzetet. Mert akkor még legyártasz hozzá bűntudatot, önfelmentést, bocsánatot, erényt, egyebet, mindenféle minőséget rávetítesz a múltra. Ahelyett, hogy a múltban hagynád a múltat. És a jelennel ebben a pillanatban kéne foglalkozni úgy, hogy ami itt történik, és aki itt történik, az a fontos.
Mert az jött át a múltból, és ebből lesz a jövő, ha már mindenáron lineáris időben szeretnénk gondolkodni. De erről egyébként gyorsan leszoktat az EN gyakorlat, hogy lineáris időben gondolkodj, mert akkor olyan hosszú lenne egy nap, hogy az borzasztó. Az lenne a kérdésem, hogy a korábban mindig nagyon érdeklődő voltam, aztán úgy a gyakorlás egy ideje után rájöttem, hogy hoppá, tehát hogy az elme akar mindig mindent tudni, és akkor így hirtelen valami lefékezett bennem, és most azt tapasztalom egy jó ideje, hogy ilyen inkább passzív lettem, tehát hogy kivárok olyan szinte patópába, tehát ráírunk mindenre, és valahol úgy érzem, hogy ez még jó is az életben, de hogy azért azt érzem, hogy lehet, hogy majd kellene, vagy változtatni, vagy egyszerűen így jó, hogy nagyon leegyszerűsödött minden körülöttem, tehát, hogy szinte semmi. Ha nagyon leegyszerűsödött, akkor az nem szül ennyi gondolatot. Igen, ez a paradoxon bennem mindig, hogy leegyszerűsödik, és akkor úgy kijön néha ez a kérdés, hogy de miért ilyen egyszerű, vagy miért, hogy ez szóval, hogy így. Akkor gyöngéden ezt a kérdést vissza kell gyömöszölni ebbe az egyszerűségbe, és tovább menni úgy, ahogy eddig. Ugyanis, hogyha egy bármiféle elégtelenség van, akkor az megmutatkozik, hogy valamire nem gondoltál, valamire nem figyeltél. Azzal szemben, hogy korábban sokkal több mindenre gondoltál, sokkal több mindenre figyeltél, mondjuk egyszerre. Tehát ebben a pillanatban milyen helyzetben vagyok, mi a teendőm, milyen a viszonyulásom, és hogyha ez tiszta, akkor az egyszerűség az nem veszteség. Tehát amikor egyszerű és tiszta tudattal élünk, akkor a minőségek nagyon jól megmutatkoznak. Hogyha az ember rendesen végzi az EN gyakorlatot, és egyszer végre kisüt a nap már 3 hét ködös idő után, akkor az olyan kék eget fog hozni, olyan napsugarakat, hogy az fantasztikus. Úgyhogy nyugodtan élj azzal a tudattal, ami van, és hogyha valami hiba jelenség van, csak azzal kell foglalkozni, mert eredetileg teljes vagy. Eredetileg mindenki teljes. Csak széthasítjuk magunkat a gondolatok és érzelmek törésvonalai mentén, szükségtelenül. És akkor gondolkodunk a gondolatokról, gondolkodunk azokról a gondolatokról, amelyeket a gondolatokról alkottunk, és ezért van Avalokitésvara Bodhisattvának 16 darab feje. Mert ez az összes ilyen metaréteget együttérzéssel szemléli, hogy szegénykém, szegénykémnek a szegénykéje, ó szegénykém, mert a szegénykém a szegénykéje, stb. Tehát ezek a metarétegek a tudatban, ezek ilyen lemezes, réteges törést tudnak okozni, és állandóan fecsegnek egymással. És ez még nem klinikai eset, ne aggódj, minden okos ember fejében ott van egyszer, csak ezt mondja, azt mondja, innen nézi, onnan nézi, ezt hiszi jónak, azt hiszi jónak. Ez a tudatnak a fecsegése, angolul mind chatter. Tehát a tudat az egyszerűen fecseg, mert a különböző modulok, a különböző rétegek ott látogatják egymást. A probléma az, hogyha elveszel a rétegek között, vagy az egyik elkezdi üldözni a többit. Na, ekkor már biztos, hogy menni kell valahova, és azt mondja, hogy beszélhetnénk. És akkor, jó? Tehát ez azért fontos, mert az ember ugye egy abstrakcióra is képes. Lein tudunk elvontan gondolkodni, tudunk többféleképpen gondolkodni, tudunk a gondolatainkról gondolkodni, és hát ez tesz minket a Föld legnagyobb ragadozójává. Ugye ezt tudjuk csoportosan egymással csinálni, ezt az elvont abstrakciókhoz, mítoszokhoz, sztorikhoz kötődő gondolkodást. Tehát tudunk úgy kommunikálni, hogy közös hitrendszert alakítunk ki. És úgy tűnik, hogy ez az egyik legnagyobb fegyverünk, mint ember ezen a bolygón. És hogyha helyes dolgokban hiszünk, akkor az akaratunk is helyes irányba megy, ha pedig helytelenben, akkor az akaratunk lerombolja ezt a bolygót és egymást. Hát erre csak az elmúlt 100 év elképesztő példa, és nem is kell nagyon messzire menni, leszúrod a zászlót így mondjuk Budapest központjába, egy 500 kilométeres körben így kinyitod, és ami abban a körben történt az elmúlt 100 évben, az elképesztő tanítás. Hogy milyen nézetek, milyen hitek és milyen cselekedetek voltak, és hogyan változtak társadalmak, családok, emberek pont ezek függvényében, és mitől szenvedtünk, mitől voltunk boldogok,
mitől lettünk emberek, és mitől lettünk aljasok. És ez mind-mind benne van abban a gondolkodásban, amit itt tapasztalsz. És ezért érdemes nagyon rendet tenni magadban, hogy az legyél, aki akarsz lenni. És az ne legyél, aki ne akar lenni. Úgyhogy az egyszerű és tiszta életmód, és az egyszerű és tiszta gondolkodásmód, az bizony nagyon hozzájárul ehhez. És akkor ehhez kérdezném, mert pontosan ez van bennem, hogy tulajdonképpen nem akarok sem senki lenni, nem? Vagy tehát, hogy akkor az akarás... De az a matekos, hogy aki a nullát szereti. De az is egy számérték. Tehát, ha kell, legyél kedves nővér, ha kell, legyél jó leány, ha kell, akkor legyél jó feleség, később esetleg anya. Tehát minden, ami az utadban van, azt lásd el azt a szerepet őszintén és híven. És akkor nem gond az, hogy te valamiből valami leszel, vagy valakiből valaki leszel. De ha valamihez ragaszkodsz, akár a nullához, akár az egyhez, bármiféle variációhoz, az azon nyomban törés. Azon nyomban valami szakad, valami görcsös lesz. És szeretném idézni az egyik kérdés-válasz a dialógust. Valaki megkérdezte egy nem zen körben, hogy na, hát mondd már el, akkor mi az én? És akkor nem lehet zen választani, mert nem érti. Az illető egy éttermet üzemeltetett, egy palacsintázót. Úgyhogy jó indulatú, nagy ilyen palacsintázó ember volt, és azt találtam mondani, hogy csomóka palacsinta tésztában. És akkor azt mondta, köszönöm, megértettem. Hát azóta ugyan nem találkoztunk, de remélem, hogy a palacsintázója még mindig jól megy. De tényleg ez van, hogy addig-addig kavarod, addig-addig gyakorolsz, addig-addig simítod ki ezt a jelenlétet, hogy ezek a csomók eloszlanak a palacsinta tésztában. De ha bármihez elkezdesz görcsösen kötődni, hogy én ez vagyok, hogy én az vagyok, hogy én nem ez vagyok, hogy én nem az vagyok, hogy én megszületek, hogy én nem születek meg, hogy én, abban a pillanatban a csomó megint összeáll. És akkor elvész ez a folyamat élmény, elvész a pillanat, elvész az egység. Úgyhogy szépen simítsuk el, kavarjuk el a csomókat a palacsinta tésztában. Egyéb kérdés? Nekem a dühhel lenne kérdésem, hogy mostanában elég erőteljesen találkozom a dühömmel. És ez így megrémít, hogy eddig így nem volt vele kapcsolatom, és hogy nagyon agresszív álmaim vannak, hogy megverek valakit, meg ilyesmi, és hogy ez félelmetes számomra, hogy így gondolkodom, vagy ilyen dolgok vannak bennem. Hogy ezzel így mit tudok kezdeni, vagy csak szemléljem, vagy tehát mi? Előfordult-e olyan, hogy mondjuk nyitva hagytad a kádhoz a csapot, és túlfolyt? Biztos. Ajtó alatt jön ki a víz, és önti el a lakást. Megrémülsz, mit csinálsz? Hát elzárom a kis csapot. Be kell menni a fürdőszobába, és akkor a szeletnél fogva elzárni a csapot, így van? Nos, az emberek ezt az érzelmeikkel és a gondolataikkal nagyon sokszor nem szokták megcsinálni. Egyrészt hagyják, hogy a lakás szépen teljen vízzel, és amikor már a nyakukig ér, az orrukig ér, akkor azt mondják, lehet, hogy túlfolyt a csap. A következő olyan, hogy akkor be akar rontani a fürdőszobába, de ajtós túl. Nem valamiféle normális módszerrel felnyitja a lelket, hanem akkor megtámadja saját magát, és akkor elképesztő ítéletalkotás van, önostorozás van, és a többi, és a többi. Hát ki kell nyitni azt az ajtót, ahonnan ezek a dolgok jönnek. Na, ehhez kell az őszintesség, ami hát először az álomban és ébrenlétben ugye megvan, de aztán a módszer alkalmazásakor is kell. A módszer alkalmazásakor azért kell, mert a meditációs módszert, ezt nagyon sokszor mondtuk, mint a bölcsesség kardja, aminek két éle van, az illúziók elvágására is tudod használni, és a saját magad megsértésére is tudod használni. Hogyha megfelelően gyakorlod a zen módszerét, akkor a lélek kinyílik. A tudatosság nő. A jelenlét stabilizálódik. Ha nem, akkor még nagyobb káosz van.
még szélsőségesebb indulatok, gondolatok és a többi. És az elején akárhogy gyakorolsz, a szélsőségek megjelennek, mert leemelted a kuktáról a fedőt, és puh, az arcba csap. Ilyenkor akár a mantra, akár a kérdés, de mindegyik ad egy olyan tudati teret, ahol ezt úgy szemlélheted, hogy egy idő után eljutsz a csaphoz, és el tudod zárni. Nem elfojtani, mert az olyan lenne, mintha tenyereddel akarnád a vízsugarat visszagyömöszölni a csapba. Ilyet is szoktunk, és akkor szétspriccel mindenhova. Ez a tagadás, ez az elfojtás. Szépen a szelepet így negyedenként elzárjuk. És ez azért lehetséges, mert észreveszed, hogy te magad hogyan teremted a dühödet. Miből rakod össze? És hogyha ezeket a komponenseket nem rakod egymás mellé, ha ezek nem érnek el egy kritikus tömeget, ha te nem úgy reagálsz, ahogy eddig, akkor a düh sem fog elérni, és nem fog úgy kínozni téged, meg másokat, ahogy eddig. A korábbi válaszodhoz, az egyel az előtti válaszodhoz kapcsolódik a kérdésem. Mondtad a problémára, hogy dolgozz rajta, mint aktív kuanon. Kuan gyakorlók, mi is dolgozunk, úgymond a kuanokon. És ezen gondolkoztam, hogy persze, nekem a klasszikus dolgoz valamin, gondolkozok rajta, agyalok minden a fene. Az már itt elfüstölt párszor. De hogy akkor honnan tudom, hogy dolgozok rajta, vagy mi a különbség az a közt, hogy dolgozok rajta, illetve a közt, hogy valahogy úgy kiesik, és nem foglalkozok vele is? Nagyon jó a kérdés. Ugyanis a kuan gyakorlat megtanít téged arra, hogy hogyan dolgozz rajta úgy, hogy ne dolgozz rajta. Nagyon sokszor, főleg az európai szemlélet az olyan, hogy ja, hát akkor ez egy munkadarab. Előveszem a kis csavarhúzómat, meglazítom, leveszem a fedelét, megcsem a belsét, és visszadakom, és visszacsavarozom. Így gondoljuk. Analitikus probléma megoldó gondolkodás. Na de aki csak egy cseppet is volt abban az interjú szobában, az tudja, hogy ez nem megy. Ugye? Tehát ez azért nem megy, mert pontosan úgy történik, mintha a munkadarabot te betennéd az egyik fiókba, becsukod a fiókot, el is felejtett, hogy hol van az a munkadarab, és amikor legközelebb kinyitod, akkor ott van, és rendben van. Na, ez az intuitív probléma megoldás. És ez úgy megy, hogy olyan helyzetbe hozod magad, ahol nem tudsz. Ahol nem formálhatsz gondolatot. És ez az a zen praxis, amit csinálunk itt. Tehát te úgy dolgozol a kuanodon, hogy nem is jut eszedbe. És amikor megjelenik mondjuk egy ülésnek az elején, hogy miért nincs Bodhidharmának szakálla? Mikor kiderült, hogy van, de Hokkám zen mester azt mondta, hogy miért nincs? Szépen leteszed a tudatküszöb alá, ahogy azt az előbb mondtam, a tudatban csak a gyakorlat van, egy tárgyatlan, világos tudat van, és majd a tudat alattidban megmozdul valami, és egyszer csak a felszínre jön a válasz. Úgyhogy úgy dolgozol a kuanon, hogy nem is tudsz róla. Mert ha tudnál róla, akkor nem dolgoznál rajta, hanem frusztrálódnál. Ugye? Aki tudatosan szeretne kuant megoldani, az előbb-utóbb rájön arra, hogy csak magát ostorozza, ekézi és frusztrálja, de a dualisztikus tudattal nem fogja tudni kellő alapossággal, kellő tisztasággal megoldani, mindig valami fél megoldás lesz. Vagy túl sok, vagy túl kevés. Vagy erre borul, vagy arra borul. Ekkor van az, hogy visszahozod a tudatot a jelenlétbe, a nem tudható tapasztalatába, és ez a nem tudható, ez megoldja, és hogy hogyan? Hát azt nem tudjuk. De előbb-utóbb tapasztaljuk, és a sorozatos tapasztalás az, ami a hitnek az alapja, hogy ez tényleg működik. És ezért lehetünk hálásak Sung San Zen mesternek, mert felépítette azt a rendszert, hogy tényleg az alapoktól kis nehézségű, közepes, nagyobb, legnagyobb, extrém, tehát ilyen nehézségű kuanokat szépen sorba rakott, megadta azt a rendszert, amivel ezt az egészet szemlélni lehet, és a tudatunk akkor úgy tud működni, mint a váltófutásnál, hogy az okos gondolkodás átmegy egy kicsit spirituálisba, és a spirituális gondolkodás az egyszer csak így az intuíciónak átadja a stafétabotot, és akkor már gondolkodás nélkül is megy. Na, hát ez nagyon sok kísérlet, ugyanis ezek a váltók buknak, nagyon sokat buknak. És kiesik a stafétabot, egymásba mennek, néha egymással pörölnek, hogy
korán adtad ide, nem, későn adtad ide, erre futok, arra futok, stb. Tehát nagyon komoly tapasztalat kell ahhoz, hogy a sok-sok korábbi dualisztikus tapasztalatot, a sok-sok gondolkodó tapasztalatot tud meghaladni, és tudj ebből mozdulni. És ezért vagyunk itt. És ezért sosincs vége. De mindig megoldunk valamit. Na, annak úgy vége van, hogy elkezdődött a kérdés, eltelt 1-2-3-4-5 interjú, megoldottad. Eltelt 1-2-3-4-5 hónap, megoldottad. Eltelt 1-2-3-4-5 év, és megoldottad. Attól függ, hogy mekkora falat volt. És mennyi mindent kell belül kipucolni ahhoz, hogy az megoldható legyen. Ugyanis a megoldással még mindig csak a felénél vagy, a következő az a visszaintegrálás az életbe. És ez is egy nagyon spontán folyamat, mert a koanok szerencsére úgy keletkeztek, és úgy lettek megírva, hogy ez a mindennapi életben már a korukban, nagy részük Tang dinasztia Kína, vagy Silla dinasztia Korea, nem voltak alkalmazhatók közvetlenül a mindennapi életben. Na most gondold el, megkérdezték Unmunzen mestert, hogy mi a Buddha, azt mondta, száraz szaraboton. Na ezt vidd ki nyugodtan, és próbáld meg egyfajta technikaként alkalmazni az életben. Ez így szó szerint nem megy, és szerencsére nem megy. Tehát nem lehet robotszerűen, sematikusan átültetni a koanokat, hanem azt a tudatot, amely a koant megoldotta, ráereszted az élet problémákra. És az ott megnyilvánuló konfliktusokat, ellentéteket és egyebet, azt oldod meg ugyanazzal a tudattal, ami az interjú szobában manifesztálódott. Na, akkor lesznek érdekes történések. Én pont erről a visszaintegrálásról szeretnék kérdezni, mert az utóbbi időben azt veszem észre, hogy így ezek, amik voltak az interjú szobában, azok kint ugyanúgy megjelennek, és ott vannak szituációkban. Viszont egyelőre ott tartok, hogy azt kell, hogy mondjam a szituációban, hogy nem tudom a választ. És még nem jön az, amit a megoldás. És azt szeretném megkérdezni, hogy hogy kell addig túlélni ezeket a szituációkat. Mert egyelőre azt teszem észre, hogy a kétélű kard egyelőre csak magam felé vissza. Mert hogy rájövök, hogy nem tudom megoldani a szituációt. El kell érni a kard hegyét, ahol a két él szétválik. Ez a kardhegy a legveszélyesebb pont, hogy magadért vagy másokért helyesen értelmezed-e a gyakorlatot, helyesen használod-e, vagy csak önvédelem lesz belőle, egy újabb kategória lesz belőle, és felszeleteled, berakod ilyen kis vékony plasztik borítékokba, szekrényekbe, és rázárod-e az ajtót. Ezt is lehet csinálni. Tehát, hogy a karmád megeszi a darmát, vagy pedig a darmát fogja megenni a karmát. Ez nem mindegy. És hogyha tényleg az ember annyi tapasztalatot szerzett, hogy hisz benne, akkor az a hit, ami az intuitív tapasztalatok összessége, az előbb-utóbb már kibillent a korábbi nézőpontokból, más megoldást fog javasolni, és másképp fogsz akkor ezekhez a helyzetekhez is közelíteni. De addig nem. Ameddig a múlt bevett szokásaihoz ragaszkodsz, addig te brillírozhatsz nyugodtan oda bent, de akkor az se történik meg, mert akkor az is nyögvenyelős, hiszen pont ugyanazon szokások miatt nem tudod megoldani a koankát se, ugye, mint a kinti helyzetet se. Úgyhogy ezek nagyon szépen összefüggenek, és azért jó az az interjú szoba, mert ott annyit hibázol, amennyit akarsz. Semmi gond. Jössz legközelebb. Az élet az sokkal brutálisabb bennél. Ott hibázhatsz, de ugyanaz a helyzet soha nem fog megismétlődni. Bocsánatot kérhetsz, elnézést kérhetsz, de ugyanaz a helyzet soha nem jön vissza. Ezért érdemes tesztelni. Ezért van a Zen laboratórium ott. És hogyha ott megfigyeled, hogy milyen szokásokkal élsz, és hogy hogyan akarsz megoldani dolgokat, akkor az nagyon hasznos lesz odaként. És kellő mennyiségű tapasztalattal már lesz annyi önbizalmat, hogy spontán engedett, hogy átmenjen a mindennapjad. Mert az a dörömből az ajtón, csak néha azt mondja, nem.
azért sem. Úgyhogy ne akarjunk jót. Mert hogyha nagyon jót akarunk, az a korábbi jó lesz, ami már eddig is rossz volt. Tehát röviden szólva, amikor mantráz, akkor ne gondolkodj. Akkor szépen a mantra beépül, és hogyha tényleg látod a hatását, és tudsz benne hinni a saját tapasztalatod alapján, akkor ez a mantra, ez, mivel így, te így választottál, így döntöttél, veled lehet mindenféle létállapotban. Akkor is, amikor meghalsz, akkor is, amikor új testet választasz, akkor is, hogyha másképp születsz. Úgyhogy gondolkodjunk azon, hogy ami a tudatban van, ami a lélekben van, az az igazi útravalónk. Ami a testben van, az nagyon gyorsan hátra marad ám. Pár évtized, viszlát. És mi lesz veled? És nem a testeddel. Veled mi lesz? Jó? Úgyhogy nagyjából erről volt szó. Egyéb kérdés? Ma nem pontosan vagyunk tisztában a mantra jelentésével, mert hogy szanszkritül van, meg tudom én, tibetiül, vagy koreaiul. Gondolom a lélek szintjén ez teljesen mindegy. De az, hogy mi alapján válasszunk mantrát. Tehát alapvetően nem te választod a mantrát, ez kicsit egyszerűbb benne. Van egy környezet. Például egy tanítványi közösség. Van egy közeg, ami a dharma, ahogy a tanítás megnyilvánul szóban és szavak nélkül, és van egy tanító. Mert ez a három együtt, ez számodra vagy emészthető, szimpatikus, vállalható, vagy sem. Ha ezek vállalhatók, akkor előbb-utóbb az eszközrendszer is, amit ez a közeg ad, ez is vállalható lesz. Nekem nagyon sokáig akusztikusan nem tetszettek a koreai mantrák. Az is igaz, hogy nem úgy énekeltük őket, mint most, hanem egy más módon. És teljesen mindegy volt, hogy ismerem a nyelvet, vagy sem. Sung San Sanyim tanítása nekem bőven ért annyit, hogy a saját esztétikai, kognitív, vagy egyéb élményeimet messze hátrébb soroljam. És akkor lehetett igazából tanulni tőle. Tehát ezek a mantrák fognak inkább megtalálni téged. És az intellektusnak kell a jelentés. A lélek az érzi. Tehát, hogyha megnézzük, én 2004 környékén tudtam meg a nagy együttérzés dárani szó szerinti jelentését, de az energiatapasztalaton nem változtatott egy millimétert se. Csak akkor végre tapsikolt az intellektus, hogy végre most már tudom, hogy szó szerint mit jelent a nagy együttérzés dárani így szépen végig. Elolvastam kétszer, és kész. Ugyanez, tehát elolvasod a fordítást, ugye éhes intellektus szemantikával álmodik, és hogyha megtudtad a jelentését, akkor boldog vagy, mert a kíváncsiságod aznapra elmúlt, aztán találsz valamit, amire pöröghetsz, valami egyebet. Úgyhogy igen, ezt is tiszteletben kell tartani, és a jelentéssel nagyon-nagyon csinyán bánni, hogy ne vesszünk el benne, de ne is tagadjuk meg magunktól. Úgyhogy... Például nekem van egy mantrám, amit megtalált engem, szinte minden nap elmondom, többször is, fogalmam sincs, mit jelent. Illetve azt hiszem, hogy egyszer tudtam, de már nem tudom. És hogy nyomozzak-e utána, vagy nem. Szeretnél nyomozni utána? Nem tudom, hogy van-e értelme. Tehát, szólni, de most már tudod, hogy nem az számít, hogy van-e értelme, vagy sem, hanem az, hogy belül szeretnéd, hogy éhes vagy-e rá. Tehát a mákos begli, amit hoztál, az nem értelmes, hogy értelmet, hanem finom. Tehát, hogyha az ember arra éhes, akkor kimegy, és nem tudom, maradt-e még belőle, de akkor eszik egy szelettel. Látod, hogy nem maradt? Ez már világos. És nem gondolkodtak az emberek a mákos begli értelmén, csak érezték, hogy finom, és megettük. Úgyhogy a jelentés is ilyen. Nem is vágy a jelentését, de attól ez működik. Persze, hogy működik. Szokásos hasonlat, beraksz egy nagyon jól tréningezett majmot egy űrhajó kapszulába. A majom csak azt tudja, hogy megnyomja a nagy piros gombot, és kijön a banán. És be van programozva minden. Szokásos nagyképernyő, több száz ember nézi. Majom be.
gombot lenyomja, és elindul az űrhajó, és szépen földkörüli pályára áll. Következő ugyanilyen űrhajó, ugyanilyen piros gomb, és beteszik a fülkébe az évekig képzett asztronautát, aki az összes 250 ezer mozgó alkatrész nevét tudja, működésüket, moduljaikat, rendszereiket, redundancia, minden tud. De ő is egyszerűen lenyomja a piros gombot, elindul az űrhajó és földkörüli pályára áll. Az egyik tudja, a másik nem tudja. De mindegyik megcsinálta. Ha megcsinálod, van eredmény, ha nem csinálod, nincs eredmény. Ugyanis, hogyha a szupertudós űrhajós egyszer csak lefagy, és azt mondja, hogy nem merem megnyomni a piros gombot, akkor ugyanúgy nem indul el, mint hogyha egy tréningezetlen majmot engedsz oda be, és ezt pedig szétkapja a pilóta fülkét, mert nem tudja, hogy mit kell csinálni. Ugyanolyan probléma. Van egy érzés, amit muszáj elfolytanom, mert különben hát nem lenne szép eredménye, hogyha én azt nem folytanám el, de belül meg rág, hogy most megint miért én vagyok az, aki feladja a okos engedsz a már szenved alapon a dolgot, hogy akkor ezt most tartogassam magamnak, vagy engedjem ki. Mi lenne, ha egyiket se tennéd? Nem engeded ki, és nem folytod el. Akkor előbb-utóbb megadod az esélyt neki, hogy a helyére kerüljön. Ne nyúj hozzá! Választódj le róla, lásd tisztán, ne vonzd, ne taszítsd, ne akard elfolytani, hogy már pedig ez soha többé ne jelenjen meg, mert akkor kamatostul fog visszajönni. És ne is vonzd, hogy jaj, én nem szeretem, de ezt muszáj. Tehát erről is mondjunk le. Tehát se plusz, se minusz. Nem menekülünk, nem harcolunk. Nem éljük ki, nem folytjuk el. Na, itt indul a játék. Itt lesz érdekes a gyakorlat. És engedett, hogy ez az érzés a helyére kerüljön. Nézzek, hogy milyen szomszédai vannak. Ennek az érzésnek milyen szomszédai vannak. Milyen lakásban lakik. Hány szobás az a lakás? Milyen színű az az érzés? Milyen szaga van? Nehéz vagy könnyű? És hogyha ezeket megnézegeted, akkor látod, hogy ez az érzés mitől függ? Kitől függ? Kiktől függ? Hol van a helye? Hova kéne visszakerülnie? És akkor látod, hogy mi a házi feladat, és akkor meg tudod tenni. Mert egyébként csak állandóan magadat fogod frusztrálni, vagy másokat. Ugyanolyan probléma. És mi van, hogyha ez az érzés már fizikailag is kínoz? Orvos, kórház. Ugye, hogy annyira nem kínoz, mondtam én. Egyéb kérdés? Amikor még így összerándulsz az orvos gondolatától, akkor még nincs baj. Szeretném megköszönni mindenkinek a kitüntető figyelmét, és azt az erőfeszítést, amit közösen teszünk. Ez a közös erőfeszítés nagyon fontos, és minden lény javát szolgálja, magunkat is beleértve. Úgyhogy remélem, hogy tovább ugyanilyen tiszta energiával együtt tudunk gyakorolni, és hogy újra és újra találkozunk azért, hogy közösen tegyünk erőfeszítést a darmában, hogy megszabadítsuk magunkat és másokat egyaránt a szenvedéstől, és elérjük a felébredést. Köszönöm szépen!